Újabb jelentős adományt hoztak a Kátai Gábor Kórház számára a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör tagjai. A mintegy másfél milliós adományról elnöküket, Fodor Gusztávot kérdeztük. Tudni kell azt, hogy a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör, már ugye ez már talán a negyedik alkalom, ahol ki tudtuk fejezni a kórház felé a nagyra becsülésünket, a hálánkat, hogy ilyen hősiesen helytállnak ebben a nagyon nehéz időszakban. Írtam a Holland Támogatóknak, a Gyermekek Szükségben Alapítvány kuratóriumának, akik felvették a kapcsolatot az Amsterdam Medical Centerrel, és kórházi ágyat küldtek két kerekesszéket, küldtek két ilyen időseknek való járássegítő gépet, orvosi ruhákat kaptunk, használt ruhákat kaptunk, fertőtlenítőszereket kaptunk, maszkokat kaptunk, többféle maszkot, és ezen kívül még egy körülbelül egy ilyen 40-50 kiló csokit is küldtek, aminek én külön örülök, mert hogy a boldogsághormonok ilyenkor nagyon fontosak, hogy ebben a megfeszített munkában az 5 perc pihenő a 2-3 óra alatt az tényleg hatékonyabb tudjon lenni. Nagyon örültünk annak, hogy tudtunk segíteni, és azt tudom mondani, ami egy jó képregény végén, hogy folytatása következik. Az a helyzet, hogy mi együtt tartjuk az ujjainkat az ütőereken, együtt menedzseljük a belföldi kampányt, és együtt menedzseljük a külföldi kampányt is, és az Életmentés Másként program keretében valósulnak meg ezek a támogatások, és folyamatosan belföldről is érkeznek a felajánlások, de most valahogyan a külföldi felajánlók beellőzték a magyarokat, de tudni kell azt, hogy a lélekemelő szívecskékkel jövő héten pénteken 10 órára megyünk a Mezőtúri Kórházba, és június végén pedig a Betesda Gyerek Kórházat fogjuk megajándékozni lélekemelő szívecskékkel, és ha Isten megsegít, akkor az év végére az ország minden kórházába szeretnénk egy kis lelki biztatást elvinni. A következő karcagi adományt május végére, június elejére tervezik. Tisza-Szent Imrén és Karcagon a református esperesi hivatalban már gyűlnek ehhez is a felajánlások. Már beindult egy csatorna, a civil szervezetek, a segítő emberek, magánszemélyek most már megtalálták azt a módot, hogy tudnak a közösségnek segíteni, akár az egészségügynek, akár a szociális ágazatnak. Én azt gondolom, hogy a vírus nagyon sok negatív dolgot hozott, de hozott pozitívat is. Az emberek rájöttek, hogy mik az értékek, mi a fontos dolog, és arra is rájöttek, hogy ha nem segítünk egymásnak, ha nem figyelünk egymásra, akkor sokkal rosszabbul járhatunk, sokkal rosszabb lesz az életünk. Nekem volt lehetőségem egy kicsit betekinteni az egészségügyi dolgozók munkájába. Egy oltóponton voltam önkéntes, és láttam azt, hogy nap mint nap a megfeszített munka a védőoltások beadásával. Szerencsére nem láttam, hogy a COVID-osztályokon micsoda megfeszített munka van. Én azt gondolom, hogy minden elismerést megérdemelnek az egészségügyi dolgozók, és azt a hálát, amivel a társadalom fordul feléjük. A kórház dolgozói nevében Nagyné László Erzsébet főigazgató köszönte meg a felajánlásokat. Köszönjük a felajánlásokat is. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen jó kapcsolat alakult ki, nem csak az utóbbi időszakban, hanem már egy elég régóta tartó kapcsolat ez a Tiszatavi Keresztény Egyesülettel, de nem csak ővelük, hanem a holland kórházakkal is. Ez a mostani mai adomány, ez kimondottan úgy jött Hollandiából, rajtuk keresztül, hogy a karcagi Kátai Gábor Kórház részére küldtek külön-külön a dobozok is, amik itt voltak az imént felcímkézve egy-egy adományt. A ruhákon kívül, amik már ugye korábban is érkeztek a munkaruházati cikkeken kívül, egyéb olyan adományok is érkeztek most, például rengeteg holland csokoládé, ami kimondottan a itt dolgozóknak fogunk átadni, és nekik is küldték nagy-nagy szeretettel. Én úgy gondolom, hogy ez az összefogás akár megyei szinten az egészségügyben dolgozók részéről, akár országos szinten, de mint látszik, nemzetközi szinten is megvan, és tudják ők is, hogy micsoda leterheltség van az itteni egészségügyi dolgozókon is, és hogy ezzel a szeretett csomaggal próbálnak a lelkükön a kollégáimnak segíteni. Ez nagyon-nagyon nagy dolog, és nagyon jó dolog.
És hát azon kívül most is volt benne egy-két eszköz is ebben az adományban. Nagyon örülünk minden olyan hasznos eszköznek, amit akár a mi dolgozóink, legyenek a takarítási csoport, egy takarítókocsi, vagy a bennfekvő betegek, és nyilván a nővéreknek is könnyebbség egy igen komplex felszerelt betegágyal fogadni a beteget, de egyebekben minden mozgásszervi problémával küzdködő, és így úgy gondolom, hogy a post-covid betegellátásban is hasznos eszközöket is kaptunk, úgy a kerekesszékeket és a rollátorokat, amikkel ugye a járás segítő eszközök, és a post-covid ambulancián keresztül a fekvőbetegellátásban is fogjuk tudni segíteni a felépülésben résztvevő betegeinket, úgyhogy hálásan köszönjük ismét a Kátai Gábor Kórház részéről ezt az adományt.